Jó napot kívánok mindenkinek, Pogács Zoltán vagyok, az Új Egyenlőség főszerkesztője, és ez itt az Új Egyenlőség stúdió beszélgetések sorozata, értelemszerűen a vírus idején online beszélgetünk, és hát köszöntöm Kendernai Jánost, az LMP volt elnökét. Szia János! Szervusz mindenkit, én is köszöntök! Köszi szépen, hogy elvállaltad ezt a beszélgetést. Itt alapvetően a David Attenborough-nak az új filméről fogunk beszélgetni, és azért veled, mert nemrégiben beszélgettünk egy másik filmről, a Planet of the Humans-ről, és annak elég sok jó visszhangja volt, vagy sok vitát generált, és azt gondoltam, hogy csinálunk akkor egy műfajt ebből, hogy zöld filmeket veled megbeszélgetünk. Hogy kezdem azzal, hogy csapjunk bele a közepébe, hogy tetszett neked az Attenborough filmje? Ez nagyon-nagyon nehéz egy-két szóval kifejezni. Többször néztem meg a filmet, mert az először, amikor megnéztem, akkor csalódott voltam egy kicsikét. Hát én többet vártam, több falsúlyosabb, vaskosabb állítást netán észrevételt a jövőre vonatkozóan. És első film megtekintés alatt igazából nekem csak egy ilyen idealisztikus kép jött át. Mit látott, milyen szép volt az élete, mennyi mindent beutazott, körbejárt kontinenseket. Persze elmondta, hogy mit tapasztalt, ami negatívom volt, adatokkal ezeket színesítette a mondani valóját, de mégsem éreztem azt a drámaiságot, amiről igazából szerintem beszélni szeretett volna. Ez kétségtelenül benne van szerintem is, hogy alapvetően egy ilyen, tehát magáról, Attenboroughról is szól a film, hogy neki milyen szép élete volt, de ez szerintem nem ízléstelen, tehát én ezt úgy éreztem, hogy ezt a részét nem tolja túl, tehát szerintem neki tényleg egy szép élete volt, és elképesztő sokat utazhatott, láthatott gyönyörű helyeket, és ezt én nem érzem legalábbis, hogy ezt túltolta volna ezt a részét. Te? Nem, én sem akarom ezért őt kritizálni, csak a percepció a filmnek először ez volt. Amikor megnéztem, harmadik alkalommal, mert háromszor megnéztem, akkor picikét talán jobban figyeltem a szemére, a tekintetére és a hangsúlyra, amikor beszélt és megszólt. És akkor azt éreztem, hogy valóban van benne egyfajta elkeseredettség, hogy mi az, ami a nem is őre, hanem inkább az újabb generációkra várhat. Uh-huh. És e tekintetben picikét revidiáltam a megítélésemet, de összességében is azt gondolom, hogy ahogy a filmnek a végéről beszél, vagy a film végén beszél a jövőről, a megoldásokról, ott is egy picit talán elnagyolja azt, amit igazából vártam volna ő tőle. Uh-huh. Én ott hitelesnek tartom, és nyilván tőle talán sokkal több markánsabb, rendszerkritikus gondolat jöhetett volna, mint amit kaptunk tőle útravalóként talán. Na ez nagyon érdekes, mert nekem is ugyanez volt a benyomásom, de akkor erre térjünk szépen fokozatosan rá. Én azt javaslom, hogy bontsuk két részre a filmet, vagy legalábbis én a fejemben, nem tudom, egyetértesz-e ezzel, de két filmet láttam, vagy két részét láttam ennek a filmnek. Az egyik része, ahol bemutatja, hogy mekkora baj van. Tehát, hogy így szépen mennek ezek a számlálók, és akkor mutatja a saját életén keresztül, hogy amikor ő gyerek volt, fiatal volt, akkor még relatíve biodiverzitás volt, és nem érzékelte senki, hogy mekkora baj van, és akkor szépen lassan mutatja ezt az egyébként exponenciális görbét, ahogy így romlott el minden, és hogy hogyan döbbentünk rá. Ez az első rész, és nekem ez jobban tetszett. Én azt gondolom, hogy ez egy erősebb rész. És van egy második rész, ahol meg a megoldásokról beszél, és ott kezdtem el én is egy kicsit azt érezni, amit te is, hogy nem mondja ki a valóság minden szeletét, és hogy kár volt ezért a második részén, mert ott azzal szerintem sokkal több. Egyetértesz azzal, hogy az első rész egyébként tök jó? Igen, de érdekes, hogy nem beszélsz a felvezetőről. Uh-huh. Ugye Csernobillal kezdi a filmet. Uh-huh. És ami igazából engem kiakasztott, hogy pestiesen fogalmazhatok, hogy amikor azt mondja, hogy ez egy pusztán egy emberi hiba volt, és technikai malőr kvázi, ami ott történt. Nyilván nekem zöld politikusként picit azért markásabb a véleményem. Tehát nem gondolom azt, hogy egy atomreaktor esetében, ahol éppen katasztrófa történt, azt csak azzal le lehetne tudni, hogy ez egy technikai mulasztás, technikai hiba, emberi hiba volt, ami ezt okozta. De eleve nyilván a technológia
technológiával kapcsolatban nekem nagyon sok fenntartásom van. Uh-huh. És itt éreztem először azt, hogy amit éppen a filmnek a végére utal vissza, hogy ott is, ugye a film végén, amikor visszautal ezek a technikai megoldásokra, ott is tökéletesen ugyanezen a szinten marad meg. Tehát, hogy igazából nem megy a mélyébe, és valóban az első része a filmnek az egy gyönyörű kortörténeti bemutatása az élővilág alakulásának, szépségének, mert nyilván azt nem tudta bemutatni, ami eltűnt, ami elveszett, ami kipusztult az emberiségnek köszönhetően, csak megemlíti ezeket. De amit látunk képeket, azok minden idealizált képek, gyönyör, amiket ő végig az élete során lát, ugye 93 éves van Sir Attenborough, tehát óriási élménnyel gazdagan élhette meg az ő életpályáját, életciklusát, és hát ezeket a szépségeket osztja meg velünk a film első részében. Összintén szóval engem azért nem fogott meg annyira ez a leges-legelső bevezető része Csernobil, amelyre ezt nem így értelmeztem. Tehát én kifejezetten úgy értelmeztem, de most muszáj leszek megnézni még egyszer, hogy egyszerűen nem értelmeztem el rosszul, de hogy én ezt pont úgy értelmeztem, hogy mivel emberi hiba okozta a Csernobilt, ezért alapvetően a nukleáris technológia veszélyes, mert hogy az emberek építik ezt a technológiát, és az emberek bele fognak építeni veszélyforrásokat. Nekem kifejezetten az volt annak az üzenete, hogy van a természet, ami egy ilyen ökoszisztéma, ami magában kerek, amit úgy később kibont, és hogy ez pont azért rakja az elejére, hogy bemutassa, hogy amikor jön az ember, akkor bevezet olyan technológiákat, amiben óhatatlanul hiba van, és én az emberi hibát nem úgy értelmeztem, ahogy te, hogy a technológia biztonságos, de az ember elronthatja, hanem hogy maga az, hogy az ember hozta létre a technológiát, akkor tévedek ezek szerint. Igen, tehát hogy osztom talán, tehát hogy nem tudnék vele mélyen vitatkozni, mert valóban ezt is ki lehet olvasni ebből. Lehet, hogy picit negatív voltam a film elején, és mondom, a film vége is egy picit ráerősített, amikor jött a technikai megoldásokkal. De azt tudjuk, hogy az emberi beavatkozás a környezetünkbe az mindig károkozást hozott magával. És hiába próbáltuk javítani, akkor további károkat okoztunk magunknak, meg a környezetnek is. Ez nem azt akarom persze mondani, hogy itt a gépeket be kell zúzni, és ugye megyünk vissza az őserdőbe, a sátrokba, de valahogy mégis azt gondolom, hogy nagyon óvatosan kell bánni minden technikai megoldással, és nagyon sok fenntartással kell rendelkezni minden technikai megoldással kapcsolatban, hiszen folyamatosan az emberi tudás, még hogy azt is mondja egyébként maga a film, hogy mennyi okosabbak lehetünk, mennyire tudjuk bölcsebben használni a tudásunkat, az élet minőségének javítása szempontjából, de mégis sose leszünk eléggé okosak meg bölcsek ahhoz, hogy ne okozzunk kárt igazából. A végével én is egyetértek, majd oda el fogunk jutni, de akkor beszéljünk egy kicsit arról a részről, ahol bemutatja a természet szépségét, meg annak a leromlását. Ugye Attenborough-t alapvetően úgy ismertük, mint aki ezt csinálta szinte kizárólag, tehát ugye volt egy csomó kritika vele kapcsolatban, mielőtt ezt a filmet megcsinálta, hogy annyira szépnek mutatja be a természetet, és olyan idealisztikusan ábrázolja, hogy tulajdonképpen az emberekben megerősíti azt a benyomást, hogy nincs is itt nagy baj. És erre ő azt felelte, hogy igen, de hogy a mai világban az emberek nagy része nem jut el a természetbe, hanem él egy ilyen betondzsungelben, és nagyon kevés lehetősége van találkozni azzal a rengeteg fajta állattal és növénnyel, amivel ő találkozhatott, és azzal, hogy ő bemutatja ennek a szépségét, ezzel tulajdonképpen ráveszi az embereket arra, hogy figyeljenek oda a természetre, és ennek is megvan a haszna, még akkor is, hogyha egyébként eddig nem mutatta be az emberi károkozást, most aztán bemutatta. Na most erről mit gondolsz, hogy azért alapvetően az Attenborough-i életmű az melyik? Az inkább egy ilyen idealisztikus, szép ábrázolás, ami az embereket túlságosan megnyugtatta, vagy szerinted működött ez a mechanizmus, hogy rávette csomó embert arra, hogy foglalkozzanak a természettel? Igen, és van ráadásul egy harmadik olvasata is ennek igazából, az, hogy lehet-e ezt egyfajta marketingnek tekinteni, hiszen nagyon jól tudjuk azt, hogy ha látunk egy fényképen egy izgalmas épületet, izgalmas városrészt,
vagy akár filmet, akkor szívesen elmegyünk megnézni. És azért szerintem nagyon sok mindenki csábított, ő is, nem mondom azt, hogy rossz szándékkal tette, amit de, csak azt akarom mondani, azáltal, hogy ő is éppen elmondja, hogy 20-as évektől kezdődött, amikor repülés maga elindult, és körbe repült a világot, hát ma már ugye hát mindenki repülőre felült, és elmehet, és ugyanazt megnézheti kvázi, amit ő is látott. És lényegében ezzel bátorított bennünket, hogy nézzük meg mi is, milyen gyönyörű az. Csak ugye tudjuk nagyon jól, hogy ezzel mekkora kárt okoztunk a környezetnek, és tudjuk azt is, hogy a tömegturizmus, mint olyan egyébként, és nyilván ilyen típusú idealizált képek, amik lehet, hogy nem is idealizált igazából, hanem a valós képnek a megmutatása, mennyi mindenkit arra csábít, hogy menjenek, hiszen elérhetővé vált ugye ennek a megtekintése. És tudjuk azt, hogy egy-két szigeten adott esetben, ahol a turisták erőzölötték, el kellett zárni a turistáktól több hónapra, akár évekre is, megtiltani odautatást, hiszen akkor a ökolábnyomot hagytak maguk mögött ugye az odaut a turisták, hogy egyszer ezt meg kellett korlátozni. Tehát igazából ez a három lábúság szerintem ez fennáll, tehát amit te mondtál, mondom, kiegészítem azzal, hogy ez a fajta vágykeltése a filmnek, mert hiszen tényleg szép, amit bemutat nekünk. Az azt is hozza magával, hogy hát én is szeretném látni saját szemem, amíg egyszer élek, hiszen mikor lássam, ha nem akkor, amikor élek, ugye. És itt ez a kérdés, és talán fogunk még később is beszélgetni, hogy valóban az emberi határtalanságnak tudunk-e gátat szabni, és tudunk-e ennek a fogyasztói gondolkodásnak, életnek, amihez tőket az elmúlt 50-60 évre szocializálódtunk, akár mi, akár a szülőink, akár az maga a társadalma szerte világban, hogy tudunk ennek megállt parancsolni. Tehát meg tudjuk azt mondani, hogy nem megyek el, mert nem tehetem meg. Én magam egyébként 30 éve Tibetbe készülök, és sehogy se sikerült eljutnom, egyszer azért vagy nem volt pénzem rá, vagy azért egyedül nem akartam elmenni, de most már nem is szeretnék elmenni, mert tudom azt, hogy az odautazás maga az milyen kárt okoz, és inkább megnézem a filmeket, amiket látok, és ezzel megelégszem. De valóban ezt ennyire könnyű megtenni egyébként, és mindenki képes ezt megtenni, ebbe kételkedem szerintem. Mm. Ez nekem is eszembe jutott egyébként közben, hogy megmutatja a Serengeti Nemzeti Parkot, és én emlékszem arra, amikor gyerekkoromban először láttunk filmeket a Serengeti Nemzeti Park, és mindenki oda akart menni. Tehát az összes barátom rögtön elkezdett gyűjteni, hogy akkor megyünk Afrikába. És hát nyilván nem jutott el mindenki Afrikába, de rengeteg ember eljutott Afrikába, és igen, tehát kétségtelen, hogy ennek ugyanolyan káros hatása van, de ennek ellenére én azt érzem, hogy azért az a vonal is nagyon erős, hogy megszeretette az emberekkel a természetet. Tehát szerintem azért azt se becsüljük le, hogy elképesztő sok ember számára tulajdonképpen elhozta azt az élményt, ami ugye a Lányi András szokta mondani, hogy a korábbi generációk azok erdőben nőttek fel, aztán voltak olyan generációk, akik már csak kimentek az erdőbe, és akkor a következő generáció meg csak cserében látja a növényt, és hát ezeknek muszáj valahogy megmutatni, hogy ennek értéke van, mert ha nem mutatod meg, akkor nem érte, hogy mit kell védeni. Tehát ott meg az van, hogy ha fölnő egy ilyen betondzsungelbe, és nincs kötődése a természethez, akkor meg hiába jössz te, mint zöld politikus, hogy hát emberek mekkora baj van, azt szokja mondani, hogy figyelj, nekem úgysem volt az életemben, nem játszott majd szerepet a természet, akkor meg mit kell itt megvédeni. Tehát, hogy ezért ezt se becsülném le. Abszolút igazából, tehát ami ez tényleg hiányzik az életünkből a közvetlen kapcsolat a természettel, és valahogy te mondod, ha ezt nem sikerül átadni, akkor valahol úgy dönnek föl generáció, akik egyszerűen nem is értik ezt, hogy mi az, hogy természetnek környezet, hiszen valóban egy városi közegben élnek, és az emberiség egyre inkább városokba orientálódik, és lényegében elveszíti a kapcsolatát a valós élő környezettel, ha úgy veszünk. Na akkor beszéljünk a nehezebb részéről, erről a második részéről, amikor megoldásokat próbál mondani. Én nem vonom kétségbe, hogy jó indulatúan teszi ezt, de az az érzésem, mintha ő se lenne teljesen meggyőződve a maga mondani valójáról, és ezt abból vonom le, amit te is említettél, és nagyon tetszett, hogy ezt te is megfigyelted, hogy hogyan kommunikál. Tehát azt kezdtem el észrevenni, hogy az első résznél, amikor meséli az életét meg ahhoz, ami az igazából ért a biodiverzitáshoz,
akkor belenéz egyenesen a kamerába, és iszonyatosan szuggesztív, tehát többek között ezért is szeretjük az Attenborough-t, mert nagyon szuggesztíven tud beszélni. És azt vettem észre, hogy amikor a megoldásokról kezdett el beszélni, akkor folyamatosan lefelé nézett. Tehát mintha nem mert volna a kamerába nézni, amikor mondta ezt. Te is észrevetted? Abszolút jól látod, igen, vagy jól láttad te is. Igen, így van. Abszolút, igen. Tehát, hogy valahogy az az érzésem, hogy mintha ezt nem is igazából szívből mondaná, hanem valamit mondani kell. És akkor elgondolkodik az ember, hogy tulajdonképpen mit mond és mit nem mond, és ami nekem feltűnt, hogy az ökoszisztémáról, mint rendszerről beszélt. Tehát, hogy ezt nagyon világosan és jól meglátta, nyilvánvalóan ez a szakmája, hogy a világ ökoszisztémája az egy rendszer, amit fölborítottunk. Na de hát, ami fölborította az ember, az is egy rendszer. És hogy ez nem tűnik fel neki, vagy ha föltűnik, nem mondja ki, hogy itt alapvetően egy gazdasági rendszerről beszélünk, aminek megvan a maga logikája. Tehát itt nem az egyén találkozik, nem az ember találkozik egyénként a természettel, hanem itt egy gazdasági rendszer találkozik egy ökológiai rendszerrel, és ezt neki is látnia kell, mert amikor arról beszél, hogy a pálmaolaj ültetvények megszüntetik a monokulturálissá teszik a tájat Ázsiában, hát ezt nem egyének csinálják, azt vállalatok csinálják, és vannak fogyasztók, és stb. Tehát, hogy muszáj tudnia, hogy ez egy rendszer. Igen, itt picit vitába szállnék veled. Ugye igazából ökopolitikusként én úgy látom, és azt hiszem ezt látja nagyon sok társam hasonlóképpen, hogy valahogy a három rendszerről beszélünk, van az ökoszisztéma, van a társadalmi rendszer, van a gazdasági rendszer. És ebben a gazdasági rendszer tulajdonképpen kvázi a legkisebb. Ez a legkönnyebben alakítható. A társadalmi rendszer is könnyebben alakítható, mint az ökoszisztéma maga. Tehát igazából, hogyha egy ilyen piramisba teszem ezt fel, akkor a legfontosabb, és a legnehezebb, és a legegységesebb, és a legösszetettebb az maga az ökoszisztéma. És akkor hibázunk egyébként, és ez az elmúlt 50 év pont erről szólt, hogy az emberi alrendszert, amit mondjuk nevezzük gazdasági rendszernek, azt túldimenzionáltuk, és azt gondoltuk, hogy alapvetően az emberi igényekhez tudjuk igazítani a környezeti, meg a társadalmi rendszereket, miközben ez nem így van. Tehát a gazdasági rendszer egyfajta leképeződés annak a társadalmi rendszernek, amit létrehozott, a társadalmi rendszer pedig leképeződés annak a feltétel rendszerek, amiben társadalmak tudnak létezni, és egyfajta emberi alközösséget fölépíteni. Mi a különbség a te fejedben a társadalmi rendszer és a gazdasági rendszer között? Mert az én fejemben ez alapvetően egy. Tehát én a kapitalizmusra gondolok, ami egyszerre egy társadalmi és egy gazdasági rendszer. Tehát alapvetően én az emberi társadalmi rendszerről beszélek. Kvázi a gazdasági rendszer az lehet többféle típusú, abban is kvázi emberek élnek, emberek alkotják, de az, hogy milyen a szabályzó rendszere, mennyire szabad, mennyire ellenőrzött, mennyire magán, mennyire állami kontroll, társadalmi kontrollt van, az alapvetően az egy változó valami lehet, hogy a politika képes ezeket alakítani forradalmak nélkül is. Tehát azért 4-8 évente ezek könnyen módosulhatnak. De maga a társadalmi rendszerünk az nem tud ilyen gyorsan változni. Ez igaz, János, csak azt akarom neked mondani, hogy amióta ez az exponenciális görbe beindult, amivel tönkretettük az ökoszisztémát, és hát az alapvetően majdnem minden ilyen ábra az valamikor így az 50-es, 60-as években lódul meg nagyon, és az elmúlt 3-4 évtizedben válik ilyen hiszterikusan exponenciálisra, az alapvetően a kapitalizmus. Tehát ott már gyakorlatilag annak a riválisai kihaltak. Én azt nem akarom védeni az államszocialista szovjetípusú rendszert, mert az is elképesztően környezetszennyező volt, de az már nincsen. Tehát az elmúlt 30-40 évben, ahol ez igazán durván történt, az a kapitalizmus keretei között történt. Teljesen igazából én is ezt mondom, hogy igazából egy rendszerkritikus megközelítéssel és struktúraváltással lehet ezeket a problémákat orvosolni. És erre egyébként Attenborough is tesz rendkívül halvány utalásokat, hogy itt más típus szemléletváltásra van szükség, és úgy gondolom, hogy valóban ez a kivezető út, hogy a gazdasági alrendszerünket, amely alapvetően kizsákmányolja, és
megkárosította egyébként az emberi társadalmi viszonyokat is, bizonyos szempontból ökoszisztémát mindenféleképpen, hogy innen kell próbálni orvosolni és ehhez alakítani. De ez, ami mondom, legkönnyebben alakítható, bármennyire is egyébként ez egy talán egy elnagyott kijelentésnek tűnik, de a gazdasági rendszerünket tudjuk a legkönnyebben befolyásolni, mit szeretnénk látni. Nagyon szeretném, ha olyan nagyon könnyen tudnánk ezt befolyásolni, de én meg attól tartok, hogy elképesztően nehéz. De közben azon kezdtem el gondolkodni, hogy mikor utal rendszerre az Attenborough, és én azt látom, hogy maga azt a szót, hogy rendszer nem mondja ki, azt a szót, hogy kapitalizmus nem mondja ki. Ha elkezdek gondolkodni a példáin, hát ott azok között, a példák között nem egy, hát ez kifejezetten kapitalisztikus megoldás. Tehát például, amikor a holland nagyüzemi mezőgazdaságot kezdi el példaként hozni, hogy úgy kellene táplálni az emberiséget, akkor így az ember visszahőköl, hogy hát azért így zöld körökben, ahol mondjuk az Attenborough biztos, hogy forog, a holland nagyüzemi mezőgazdaság, hát az a retteget ellenpélda, hogy na hát azt biztos nem akarjuk, és teljesen megdöbbentem, hogy azt hozza példának például. Igen, ebben teljesen igazad van, tehát amit mondott megoldásokat, az is csak abból indult ki, hogy a fogyasztásnak tehát a fogyasztás hogyan lehet fenntartani egy ilyen megnövekedett népesség számnál, és erre hozza ezeket a megoldásokat, hogy használjunk más típusú energiákat, használjunk, vagy működtessünk más típusú mezőgazdaságot. De valóban ez, amit mondasz, hogy nagyon keveset beszél, bár tesz erre utalást, hogy fogyasszunk kevesebbet, együnk kevesebb húst, tehát mezőgazdaságot alakítsuk egy picikét át, de összességében a fenntarthatóságról ő alapvetően gazdasági szemlélettően próbál ezekre reagálni, és igazából csak a fogyasztást tartja szem előtt leginkább, és ehhez próbálj fajta más megoldást adni, de azt nem nagyon mondja ki általában, hogy a fogyasztásnak a csökkentésével lehetne sok mindent orvosolni. Van egy érdekes másik példa, ami a munkával egyébként még foglalkoztam is egyébként egy icipicikét, a marokkói ipari parknak a kérdése. Ugye ott azt vetette fel, vagy azt említi meg, hogy egy ilyen naptermelő kapacitással alapvetően el lehet látni Európát is áramban. Amikor ezzel foglalkoztam, akkor ez az érv, ez már volt 5-6 éve, ezek megdőltek. Meg kiderült az, hogy két ok miatt dőlt ez meg. Egy ok az volt, hogy kiderült, hogy a népesség robbanás Észak-Afrikában olyan méretű energiaigényt fog jelenteni, hogy hiába termelnek majd tudás szerint sokkal több energiát majd 5-10 év múlva, még az is kevés lesz, hogy tartsák az energia szükségeket. Kvázi Európából kéne egyáltalán áramot nekik importálni majd normák szerint. A másik pedig rávilágít Európára, hogy miért bukott meg ez a projekt 5-6 évvel ezelőtt, nevezetesen azért nem tudott kapni európai támogatást annak idején, mert Spanyolország és Franciaország között nem volt energia összeköttetés, elektromos energia összeköttetés. De alapvetően Spanyolországban nagyon sok napkollektort működtetnek, már régóta, míg franciáknál atomerőművek működnek alapvetően. A franciák alapvetően nem akarták megengedni, hogy akár Spanyolországból, akár nyomottáron áram jöjjön Franciaországba, és ezért tulajdonképpen nem építették ki hegyeken keresztül összeköttetést. Ez azt jelentette, hogy hiába is épülhetett volna meg mondjuk Marokkó és Spanyolország között a tenger alatt egy összeköttetés, az áram maximum Spanyolország bírt volna eljutni, ahol amúgy is már egyébként napkollektorok és viszonylag olcsó áramot termeltek. És ezen elbukották, mert az Európában az áramellátó rendszer, a hálózatosodás korán sem volt olyan minőségű, olyan léptékű, ami megengedte volna, hogy valahol Európába tudjonak exportálni. De csak egy mellékvágány, nem tudom, hogy Attenborough ezt honnan vette, de mondom, 5-6 éve ez a projekt, ez akkor elhalt, lehet, hogy újból élet, de alapvetően én nem gondolom azt, hogy ez egy jó megoldásnak kínálkozik, mert megint csak arról szól, hogy az európaiaknak az áramigénye, azt valahol próbáljuk meg ugye kielégíteni. Ha nekünk nem sikerül, akkor majd veszünk valahonnan. Hogy jut hozzánk el, ott mit okoz ez, ott egyébként ez milyen igényt támasztalna, azzal nem foglalkozunk egyáltalán. Szerintem ez nem egy mellékvágány, szerintem ez egy kitűnő állatorvosiló abból a szempontból, hogy milyen javaslatai vannak. Tehát ugye egyrészt ez is, hogy maga az a felfogás, hogy
hogy azon gondolkodik, hogy a fejlett északnak az áramellátását hogyan lehet megoldani, és akkor kiszemel magának egy harmadik világbeli országot, és azt mondja, hogy na majd ott fogjuk megoldani a mi áram. Tehát ez egy kicsit ilyen posztimperialista gondolkodás, hogy majd ott, ők majd arra fognak szakosodni, hogy a mi áramellátásunkat. Tehát az, hogy csökkenteni kéne nálunk, vagy saját helyben megoldani, nem, hanem hogy onnan majd hozunk. Első. A második, ugye ez az egész techno-optimizmus, és ugye a korábbi beszélgetésünk a Planet of the Humans kapcsán, amit szintén a nézőknek javasolnék, az új egyenlőség oldalán megtalálják a Planet of the Humans-es beszélgetésünket. Ott ugye azért elég sok ilyen techno-optimista dolgot cáfol az a film, hogy ezek nem, mennyire nem működnek. A harmadik, ami eszembe jutott arról, amit mondtál, hogy ugye azt mondtad, hogy a franciák nem engedték, és hogy a franciák ugye atomenergiával termelik az áramot, ha jól emlékszem, 80%-ban, tehát van vagy 50 darab reaktorjuk, és túlnyomott, messze-messze. Honnan jön oda a fűtő elem? Máliból. Tehát, hogy a franciáknak messze nincsen elegendő saját forrásuk, hanem, és az Al Jazeera-n van erre egy elképesztő jó sorozat egyébként, hogy a franciák hogyan telepednek rá Málira. Tehát ahogy mondjuk a filmben mondjuk mi rá akarunk telepedni Marokkóra, hogy ugyanúgy ez gyakorlatilag megtörténik a francia atomerőművek szempontjából, hogy ez egy iszonyatosan csóró ország, de a francia hadsereg konkrétan ott néha beavatkozik, ha veszélybe kerülnek azok a források, amelyekkel fűtik a francia atomerőműveket. Egyébként olyan nagyon nem fejlődik szerencsétlen Máli, de a rendet fenntartják. Szóval az is egy elképesztő történet, de ami megfogott abban, amit mondtál, ez a népesedés dolog. Hogy ugye azt mondtad, hogy hát Afrikának is szüksége lesz rengeteg energiára, hiszen ezekben az országokban, különösen Nigériában, de hát ott van a környéken egy csomó ország, ami valami elképesztő sebességgel fog túlnépesedni gyakorlatilag. Szóval nekem ez is egy ilyen nagy téma, ami végig a fejemben motoszkált, hogy a túlnépesedés. Tehát, hogy egész egyszerűen ez a bolygó ennyi embert nem bír el. Tehát amikor mondja, hogy a halakat túlfogyasztjuk, amikor mondja, hogy mondjuk egyetlen szarvasmarhára mekkora terület kell, és hogy a területet túlfogyasztjuk, végig az jár a fejembe, hogy hát már most túl sokan vagyunk, és hogy egyszerűen ezt nem zenésíti meg rendesen az Attenborough, hogy ugye, és még mindig azt mondják a kormányaink, hogy még több gyerek, legyen több gyerek, és problémának tartják azt, hogy nem nő a népesség, miközben egy dráma, ahol nő. Tehát ahol nő a népesség, az ott kifejezetten egy dráma. Tehát nem kellene nekünk sokkal hangosabban a népesség csökkentését valahogy felvállalni, mint célt. Igen, ez egy rendkívül szenzitív kérdés szerintem, tehát nagyon sok barátommal sokat beszélgettem, vitatkoztam erről, és egyébként a filmben beszél a túlnépesedésről, és megjelmíti azt, hogy ott, ahol Japánt elmít egyébként példaként, ha nem tévedek, ott, ahol a népesedésnek az üteme csökkent, leginkább annak ott köszönhető, hogy gyerekek iskolába tovább járhattak, fiúk, lányok egyaránt, és ez a fajta oktatás, képzés, kvázi egyfajta jóléti társadalom azt termelte ki, hogy egyre kevesebb gyereket vállaltak a családok, férfi és női családok párok. De tudom azt, hogy amikor népesedésről beszélünk, akkor nagyon nehéz ugye elvonatkoztatni a globális problémáktól, és nagyon nehéz ezt ráhúzni mondjuk akár egy magyarországi helyzetre, ott, ahol a népesség csökken, nem csak azért, mert kevés gyerekszületik, azért, mert nagyon sok embertőképp elhagyja Magyarországot. És valóban ez okozhat egyfajta problémát, ugye ez rávetíti a migrációs problémára, és a kérdést, hogy nagyon sok nyugati társadalom épp ezért úgy gondolja, hogy a munkaerő szükségetét migráció próbálja kiváltani. Tehát ezért rendkívül összetett probléma, nem tudom, hogy igazából, hogy hol az arany igazság. Tehát én nagyon-nagyon visszafogott vagyok ebben, hiszen érzem azt a fajta nagyon súlyos problémát, ami egyébként valóban a fejlődő világra jellemző, és érzem azt a fajta másik típusú súlyos problémát, ami a népesi csökkenésből adódik, adott esetben a nyugati felett világban. De egyébként az is érdekes, hogyha azt nézzük, hogy erről talán múltkor is beszélgettünk a másik film kapcsán, a ökolábnyom kérdése, hogy egy-egy
kvázi szegényebb társadalomban élő, akár nagycsaládnak is kisebb az ökolábnyoma, mint itt a nyugati féltekén, vagy a északi féltekén, ott, ahol akár egy gyerek van esetleg, vagy akár egy gyerek sincs a családban. Tehát eleve a fogyasztásunknak köszönhetően a kisebb népesség szám is sokkal nagyobb és sokkal rosszabb ökolábnyomot hoz magával. Tehát önmagában a népesség csökkenés az nem feltétlen megoldás, legalábbis nem megoldás adott esetben alapvetően a problémára, hiszen a probléma az máshol van, a fogyasztásból adódik az a probléma, ami egyébként ráadásul pont ellenkező hatással jelentkezik. Ott, ahol csökken a népesség, magasabb az ökolábnyom. Ott, ahol nagyobb a család lélekszáma, de nyilván feredtelenebb a szegényebb körülmények között élnek a mi normáinkhoz képest, ott az ökolábnyom sokkal alacsonyabb is egyébként, vagy alacsonynak kell lennie a számok alapján, hogy ezt mutatják a kutatások. Tehát önmagában a népesség kérdése, most persze nyilván Kínáról lehetne beszélni, ahol valóban fontos volt szerintem, hogy ez a témához hozzányúltak, és látták eleve azt, hogy egy fogyasztói társadalom, átalakuló kínai társadalom nem lesz képes eltartani és fenntartani magát, hogyha nem próbálják ilyen rendkívül erős külső eszközökkel, módszerekkel, jogszabályokkal, intézkedésekkel korlátozni a emberiségnek a szaporulatát. De alapvetően mégis nem erre kérdezti rá. Egyszer nem tudom, mi a helyes válasz egész rövidet. Mondok egy, most nagyon sok mindent mondtál, és muszáj erre mind reflektálnom, mert egyik érdekesebb volt, mint a másik. Ugye az egyik az, hogy azt mondtad, hogy megemlíti az Attenborough a népesedés kérdését, és úgy behozza Japánt, mint példát. Igen. Behozza Japánt, és azt állítja, hogy egy bizonyos ponton, hogyha fejlettebbé válik egy társadalom, akkor leáll a népesség növekedés. Ami valószínűleg így van, de kérdés, hogy mikor. És én egyébként megnéztem, az ENSZ-nek vannak ilyen népesedési prognózisai, 2 évente kiad az ENSZ ilyen népesedési prognózisokat, és hát abban az van, hogy a fejletlenebb térségei a világnak, azok bizony az évszázad végéig nem fognak tetőzni. Tehát lassú ott is a növekedés, mondjuk a szubszaharai afrikai térségben, vagy Indiában, Bangladesben, de hogy olyan lassan lassul, hogy ennek a tetőzése, ez olyan 2090 környékén várható leghamarabb. És hát olyan népesség számok mellett, amik hát egyszerűen elviselhetetlenek azokban a térségekben. Tehát egy Bangladesben vagy egy Nigériában már ma is túl sokan laknak, már ma is túl népesedés van, és hát ezek a görbék, ezek még nagyon sokáig nagyon meredekek, mielőtt kilapulnak. Tehát, hogy ez számomra nem kérdés, hogy ezekben a térségekben már ma is olyan feszültségek vannak, ami óriási kivándorlást, háborús konfliktusokat, erőforrás harcokat jelentenek. Ezt mi úgy fogjuk megkapni, hogy migráció, tehát ebből masszív migráció lesz felénk, és hát ott nem lesz rendes megélhetés, az egész biztos. Tehát, hogy ott valamit kellene kezdeni, szóval sokkal radikálisabban fel kéne lépni a népesedés csökkentésére. A fejlett világban meg szerintem megint igazad van, hogy hát persze, itt vannak bizonyos problémák abból, hogy csökken a népesség, de én ezeket egyáltalán nem tartom annyira nagyon veszélyesnek. Tehát, ja, arról beszélünk, hogy automatizáció. Folyamatosan arról beszélünk, hogy a robotok és az algoritmusok veszik el a munkahelyeinket. Amelyeket tényleg történik, nyilvánvalóan történik, de hogy akkor viszont nem lehet ezzel párhuzamosan az is probléma, hogy kevesebb a népesség, mert gyakorlatilag el fognak tűnni, a rutinizálható munkahelyek el fognak tűnni, és 5-10 éven belül nem emberek fogják ezeket csinálni. Tehát én egyáltalán nem tartom ezt problémának, és amiket még szoktak mondani, hogy mondjuk nem lesz fenntartható a nyugdíjrendszer, hát az egész egyszerűen nem igaz. A nyugdíjrendszer az fenntartható lesz, és fenntarthatóvá lehet tenni, ez egy, hogy mondjam, a nyugdíjrendszer nem tud csődbe menni. Javaslom itt az Új Egyenlőség oldalán az ezzel kapcsolatos különböző írásokat, munkákat. Az állam bármikor képes működtetni monetáris finanszírozással nyugdíjrendszereket, tehát hogy ez egy hamis félelem. Én alapvetően ezen kívül nem tartom olyan nagy problémának egyáltalán a népesség csökkenését, főleg úgy, és akkor kezdjünk el rátérni szerintem az igazán nagy
elefántra a szobában, ezek pedig az egyenlőtlenségi kérdések. Tehát ugye megpendítetted azt, hogy a fejlett világban sokkal nagyobb az embereknek a fogyasztása. És ez az a másik dolog, amire egyáltalán nem beszél az Attenborough, hogy ha nálunk születik egy gyerek, annak a fogyasztása sokkal nagyobb lesz, mint ha Afrikában, mondjuk Nigériában születik egy gyerek. Tehát sokszorosa, nem kétszerese, háromszorosa, hanem adott esetben 20-szorosa lesz a fogyasztása. És ugye az Oxfamnek van ez a híres pezsgős üveg diagramja, ami ugye azt mutatja, hogy a CO2 kibocsátás, az például hogyan oszlik meg a világban, és úgy oszlik meg, mint egy pezsgős üveg, hogy a felső 10% felelős nagyjából a feléért a CO2 kibocsátásnak, egyszerűen az életstílusa, az életminősége miatt, a felső 20% már a kétharmadáért felelős, és az alsó 50% az csak 10%-ért felelős. Na most, ugye ezeket a kérdéseket, és ugye ez csak a CO2 kibocsátás, de ugyanez igaz az anyaghasználatra, valószínűleg ugyanez igaz mondjuk, hogy mennyi sztéket esznek, hogy mennyi tengeri halat fogyasztanak, tehát majdnem minden olyan energiafogyasztás, tehát majdnem minden olyasmi, amit az Attenborough megemlít a filmben, annak egy elképesztően egyenlőtlen eloszlása van a világban, és erről semmit nem mond az Attenborough. Tehát mindig vártam, hogy mikor jön már egy elosztás, és egyszerűen nincs benne az elosztás. Igen, tehát itt én is ezt próbáltam feszegetni, hogy a fogyasztásnak a dimenziója, ami igazából a legnehezebb kérdés szerint a pálnanyugati északi félteken élő emberiség számára, hiszen hozzászoktunk egy olyan fajta jóléthez, ami nem fenntartható ebben a formában. És nem csak azért nem fenntartható, mert még többet szeretnének, és nem lenne az emberiséghez képes elváltani. Önmagában erre képes, csak a természet maga nem engedi ezt meg, mert olyan mérték kárt okozunk ezzel, hogy erről hogyan tudunk lemondani, hogy mondtam a tibeti útról, hogy tudok én lemondani, és hogy tud lemondani bárki más, mondjuk másról. Ezt mindenkinek egyébként mondja általában, és minden nap meghozzuk a döntésünket. Minden egyes nap meghozzuk azt a döntést, hogy hogyan viszonyunk ezekhez a problémákhoz. Csak valóban ugye képesek vagyunk ezt a fajta döntési dimenziót még magunkban fenntartani. Minden egyes döntésünket valóban ezt szerint próbáljuk meg mérlegelni. Nyilván ez egy talán egy szokási, vagy hozzászokási folyamat is lehet, hiszen korábban megszoktuk azt, hogy szeretnénk egy olyan dolgot venni, ami szebb, olcsóbb, jobb, gyorsabb. Most megszoktuk azt, hogy olyan dolgot akarunk venni, amire igazából nincs is szükség, tehát nem akarjuk megvenni, az első ilyen visszafolytás a Péternek. Másik pedig az, hogy lehet, hogy megnézzük azt, hogy mi az, hogy újrahasznosítók esetleg, hogy megnézzük azt, hogy mi az, amit a helyi termelő termel meg. Ugye én talán múltkor is meséltem a sztorimat a szőlőnek a történetét Belgiumban, amikor februárban megkívántam a szőlőt, beszélve volt csomagolva, és azt vettem észre, hogy Indiába hozták a szőlőt. Persze otthon vettem csak ezt és rádöbbentem, hogy miért kell nekem februárban szőlőt vennem, amit Indiába termelnek. Nem kell nyilván, tehát le tudok róla mondani. És ezeket a döntéseket meghozzák az emberek napi szinten, akkor ezzel nyilván a nagyobb gazdasági rendszerek is lehet hatással lennünk, hiszen végülis, ha a fogyasztó dönti el, hogy mit fogyaszt, akkor rajtunk is a felelősség egyik része. Egyik tudom, ez két részből áll, de egyik része az rajtunk van. Na most, ha mi ezt megpróbáljuk ezzel... Mindegy, de ha tudunk ezzel tudatosan élni, akkor ezzel is már hatékonyan hozzájárulunk az, hogy ne hozzanak szőlőt Európába, Indiából, februárba. Uh-huh. Tehát nyilván, hogy az egyéni döntésekhez, a tudatos életvitelhez kéne sokat, ezekről kéne sokat beszélnünk, és kéne iskolában ezzel sokat foglalkozni, és hozzá kéne szokni a mostani generációnak, hogy egészen más lesz, vagy kell legyen a húzalozása a gondolkodásának, az életmódjának, mint amit akár te vagy akár én, amit egyszer megtanultuk, vagy egyszer átértünk és hozzászoktunk valamihez. Különösképpen a 80-as, 90-es évek tulajdonképpen lódult be szerte a világban ez a fajta nagy fogyasztás. Ebben egyet értünk egyébként, tehát abban a részében, hogy van egyéni felelősséged ebből a szempontból, de a legtöbb dologban én attól tartok, hogy nekünk nincs valódi választásunk. Tehát mondjuk én azt a példát szoktam hozni, hogy persze az ember tök úgy, hogy mondjuk szelektíven kezeli a hulladékot otthon, és tök jó, hogyha ezt a döntést meghozza.
De abban a pillanatban, hogy meghozza, azt kezdi el tapasztalni, hogy az organikus szemét az valójában egy minimális része a szemetének, és a túlnyomó többségét a műanyag teszi ki. Ezt a saját háztartásomban is tapasztaltam, de akivel beszéltem eddig, az mind nagyjából egyetértett, hogy messze a legnagyobb volumenű szemét az a műanyag. Miért? Mert hogy mindent abba csomagolnak, amit veszünk. És hát iszonyatosan nehéz nem ilyet venni. Tehát, hogyha mindenhol ebben árulják, és tudom, most már egy-két helyen elkezdtek ilyen csomagolásmentes szupermarketeket csinálni, de hát azért a legtöbb ember számára ez még mindig nem elérhető, és nincs nagyon más választásod. Szóval szinte tök mindegy, hogy hol vásárolsz, az a dolog az műanyagba lesz csomagolva, ahogy egyébként a bútoraid is, meg a ruháid is, és egy csomó minden, és ezzel nem nagyon tudsz mit kezdeni. Ez rendszer szintű probléma, hogy hiszen iszonyatos mennyiségű műanyagot termelünk. Persze lehet olyat, hogy mondjuk nem veszek mindig palackozott vizet, hanem saját palackból iszom, meg lehet, hogy nem kérek szatyrot a bevásárláshoz, de hogy a probléma nagy része az az, hogy maga a termék van abba csomagolva. Igen, de ezen lehet változtatni. A Német Zöldeknek volt a kongresszusa most a hétvégén egyébként, akik kormányozni készülnek 21-ben, rendkívül ambiciózusak, és ott beszéltek sokat egyébként pont arról, hogy hogyan lehet megváltoztatni akár a német gazdasági társadalmi viszonyokat is. És arról beszéltek leginkább, hogy ez akkor működik jól, akkor működhetne jól, hogyha a, például a gazdasági döntéshozatal bevonnák az embereket sokkal szélesebb körbe. Tehát nem az a szűk réteg dönteni el, hogy a profit maximalizás érdekében milyen technológiát kell alkalmazni például. Hanem az embereknek több beleszólása lenne abban, hogy amit te is mondtál, hogy valóban egy gazdasági folyamatban kizárólag csak az lehet a legfontosabb, a legtöbb profitot termeljük ki, vagy termelje ki a vállalkozó, legyen az akármilyen típusú vállalkozó, vagy vannak más szempontok, amik ma nem érvényesülnek olyan mértékben. És lehet, hogyha a szemlélettel tudunk változtatni, és nem önmagában a piacgazdasági struktúrákon, vagy a mechanizmusokon, hanem azon, hogy a jó működésnek lehetnek más szempontjai is, a fenntarthatóságnak lehetnek más szempontjai is, hogy a fenntarthatóság maga lehet egy új szempontrendszer, amit nyilván egy-egy profitéhes vállalkozó nem tekintett eddig tulajdonképpen primér szempontrendszernek, mert ez őt nem érdekelte, de ha már az emberiséget be tudjuk vonni bármilyen formába, a döntéshozatalba, akkor ezek a szempontok könnyebben megjelennek. Hiszen akkor egy közösségnek az érdekéről beszél, már nem csak egy-két embernek a vagyon darabodásáról. Ez így van, János, csak ezt valószínűleg sokkal könnyebb megcsinálni Németországba, ahol mondjuk egy középosztályosodott társadalom van, akik értik is ezt a problémát, mernek is róla beszélni, meg adott esetben valami demokratikus választáson még érdekérvényesíteni is tudnak. De közben, amiközben beszéltél végig, az járt az ezt a fejembe, hogy ugye említi az Attenborough mondjuk a pálmaolaj ültetvényeket Dél-Kelet-Ázsiába. Hát ugye ezek a pálmaolaj ültetvények, ezek hát nyilván egyrészt a dzsungelt váltják ki, de hát részben ugye a helyi embereknek a megélhetését is. Nyilván ők tudják, hogy ez nem jó, és hát vannak is ez ellen szervezetek, tehát én magam személyesen is találkoztam mondjuk indonéz pálmaolaj ültetvény ellen harcoló aktivistákkal, tehát nyilvánvalóan tudják, de ugye ezekben az országokban nagyrészt nincsen demokrácia, nincs egy középosztály, adott esetben még a kormányzat is fegyveres eszközökkel üldözi ezeket az embereket, akik fellépnek a természet védelmében. A hétköznapi ember olyan nyomorúságos sorban él, hogy nem nagyon érzi azt, hogy ő neki van befolyása ezekre a folyamatokra, ő elszenvedője annak, hogy jönnek nemzetközi szervezetek, akár egy másik országból, nemzetközi vállalatok, és hát a kormányzat támogatásával átveszik ezeket a területeket, szóval így nehezen tudom, és erről az Attenborough egyáltalán nem beszél, tehát hogy nagyjából azt mondja, hogy hát de jó lenne, hogyha nem monokultúra lenne, hanem mondjuk visszaállítanánk az ételbiodiverzitás, vagy az, oké, de hogy hogyan? Tehát, hogy ez mindig ott azt érzem, hogy itt kezdődik a probléma, tehát hogy kimondani azt, hogy mi lenne az ideális állapot, az sokkal könnyebb, mint arra elkezdeni beszélni, hogy na jó, de hogy ez miért nem történik? Ebben teljesülik, aztán csak ezért ugye beszélgettük előbb a fogyasztásnak a mérsékléséről. Tehát igazából a legnagyobb fogyasztói
társadalmak, hogyha ott egy szemléletváltozásra sikerül átmenniük, akkor nyilván ez hatással lesz arra, hogy valóban meg lehet-e állítani az őserdőknek a pusztítását, adott esetben vissza lehet fordítani az erdősítést, tehát lehet-e újból visszaállítani a vad életet ott, ahol ugye most ez nem található meg, vagy elvettük azért, hogy nekünk könnyebb és jobb legyen az életünk, mert hogy ugye fogyasztunk, és ezek a termékek ilyen alapanyagból készülnek, amik ott tudnak termelni. Egy dolgot említette ezek közül. Hát itt az a kérdés, hogy valóban, hogy mi érezzük annak a felelősségét, akár te, akár én, mint fogyasztó, akiket ugye kiszolgálnak ezek a termelők, akiket kizsákmányolnak és elpusztítják a környezetet ott azok a helyeken, amiket te is említettél. Mert ha ezt mi megértjük, és kialakul egyfajta felelősség érzetünk, akkor lehet, hogy így is lehet hatással, és egészen biztosan hatással lenni. De alapvetően mégiscsak ez a fajta kizsákmányás a körzetek, az te miattad, meg én miattam történik alapvetően. Én ezt értem. A fogyasztói ennek. Én értem a logikádat is, tehát hogy azt mondod, hogy a fejlett országokban kéne a fogyasztóknak kevesebbet fogyasztani, és akkor nincs kereslet, és akkor ez nem történik. Csak én ugye sokat gondolkozom azon, hogy miért fogyasztanak az emberek ennyit. Egyébként ez olyas valami, amit a Zöld Egyenlőség podcastban a Köves Alexandra is rendszeresen föl szokott tenni a vendégeinek, hogy miért van az, hogy az emberek túlfogyasztanak. És hát azért ez megint egy rendszerszerű dolog. Tehát nagyon sokszor az az érzésem, hogy valami helyet fogyasztunk. Tehát, hogy itt annyi, megint csak ilyen rendszerszerű problémáink vannak, hogy kiüresedett az életünk. Mert hogy rengeteget dolgozunk, ingerszegény környezetben, mások profitjáért, és hogy alapvetően valami fajta örömszerzés céljából vásárolnak az emberek, mert minek után ledolgozott 8-10 órát egy számítógép mellett egy borzalmas embertelen helyen, utána szeretne magának valahogy örömet okozni, és akkor elmegy és vesz valami ruhát, vagy nem tudom. Tehát, hogy ez egy ilyen pótcselekvés az esetek nagy részében, mert egyszerűen alkalmatlanul van berendezve a világunk arra, hogy mondjuk az emberi örömszerzés hagyományosabb, fenntarthatóbb formái működjenek. És persze lehet ezt, hogy mondjam, tehát nem használ szívószálat, meg zacskót, meg nem tudom micsoda, de hogy maga a rendszer szerintem ennél bonyolultabb, mint hogy legyél vegetáriánus, meg használj biciklit. Szerintem ezek olyan típusú szokások, amihez hozzászoktatta bennünket az elmúlt pár évtizedben, amihez nyilván a reklám a pszichológia segítségével hatással volt, hatással van az életünkre, és nyilván ezt örököljük, ezt adjuk át a gyerekeinknek, hogyha nem próbáljuk meg ezt átgondolni, és átgondolni azt is, hogy valóban gyerekeknek biztosan sokkal rosszabb ez, hogyha a mi általunk megélt, elsajátított dolgokat próbáljuk meg átadni. Tehát nekik igazából sokkal kevesebb lenne szükségük más szemléletre, és ezért kell igazából magunkon kezdeni, mert talán egyébként a fiatalok, mondom ezt én 50 év felettiként, hogy talán sokkal talán prudensebbek, visszafogottabbak, mint egyébként amilyenek mi voltok, hiszen mi azt éltük meg, én emlékszem pontosan a gyerekkoromból, hogy mekkora probléma volt a hiánygazdaság, mint olyan, és nyilván rá szabadult a bőség zavara, a lehetőségeknek a kánaánja, és nyilván ezt elég sok mindenkit ezt magával ragadott, és igazából ebből kell most visszaadnunk, visszavennünk ki, azt látjuk, hogy... Most Kínában most éppen 800 millió emberre rászakadt ugyanúgy a bőségzavar. Igen. Lehet, ez nem jó, azt tudjuk, hogy ez nem fenntartható. És még évtizedek, amíg megvesznek mindent, és azt mondhatják, amit a kelet-európaiak már talán-talán elkezdhetnek mondani, hogy már itt is voltam, már ezt is megvettem. Ez most sok százmillió indiainak és kínainak és afrikainak ez most kezdődik. Igen, egyébként ezt lehet nyilván segíteni, pacifikálni, enyhíteni ezt a fajta problémát. Egyik ilyen téma, amit a zöldek nagyon gyakran felvetnek, az elévülésnek a kérdésköre. Tehát valóban
bele van-e kódolva egy eszközbe, egy tévébe, egy telefonba, hogy az elromlik 3-4-5 év múlva, és újat kell venned. Édesanyám talán tavaly vette egy új mosógépet magának, amit azért volt kéte megtenni, mert előtt, amit használt, az már 35 éves volt, és akkor robbant le. Na most nem hiszem, hogy bármelyikünk ma veszi a mosógépet, 35 évig ugyanazt fogja tudni használni. Biztosan nem. Tehát ez mutatja azt, hogy mások a szokások, és nem azért, mert hogy alapvetően te meg én rosszak vagyunk, sokat akarunk fogyasztani, hanem egyszerűen erre készítettek bennünket, akár a reklám segítségével, akár elévülésnek a támogatásával, hogy kénytelen legyél, akár a divat diktátoroknak ugye köszönhetően, hogy behoznak újabb dolgokat, és nyilván az ember elcsábul. Iskolákban, amikor gyerekeim belgiumban jártak iskolába, akkor tapasztaltam meg, hogy mennyire például bekorlátozzák azt, hogy iskolában a gyerekek milyen ruházatban járhatnak. És nem járhattak sportcipőbe. Én emlékszem, amikor hasonló korú voltam, akkor hát a sportcipő volt az igazi, megmutatom ki vagyok én, nekem milyen cipő van, és milyen jó érzem magam, és ez elfajult teljes mértékben, miközben a nyugati társadalma képesek ezt visszaszabályozni, hogy lehet neked sportcipőd, ha kimész a sportpályára, de iskolába gyere rendes, regulás utcai cipőbe. Tehát nyilván lehet segíteni az, hogy ez a fajta fogyasztói kultúra, ez ne legyen annyira központi kérdés az emberi élet során. És lehet ezt szabadjára engedni, ahol a gyerekek ebben versenyeznek, hogy kinek van ilyen vagy olyan eszköze, felszerelése, vagy éppen ruházata. Világos. Lassan letelik a beszélgetésünk ideje, de hogy még azt szeretném megkérdezni tőled, hogy szerinted milyen hatása lesz ennek a filmnek, és kire? Tehát szerinted ki volt a célközönsége ennek a filmnek? Ki járhatott az agyában a Attenborough-nak, meg az alkotóknak, hogy kire fog ez hatni, és hogyan? Hát megmondom őszintén, mivel eléggé, hogy így kezdtem a beszélgetésünket, szkeptikus voltam, és vagyok a filmnek a hatását, illetve rendkívül sok barátom, rendkívül jó dolgokat mondtak a filmről, hogy ilyen filmekre van szüksége, sokat segít megérteni a problémákat. Hát legyen így. Én nem egészen így érzem, picit mondom, visszafogottabb vagyok, hogy valóban ez megteszi a hatását. Arra biztos, hogy jó, hogy mi is beszélgetünk erről. Tehát igazából a film nélkül nem beszélgetnénk esetleg erről a probléma felvetéséről, probléma tálalásáról. És azt gondolom, hogy ebben mindenféleképpen segít, legyen az fiatal, idős féltekének, bármelyik féltekének is az embere, honpolgára, hogy beszéljünk erről, beszéljük át, hogy ki mit, hogy él meg, ki hol látja a problémákat, a saját közegében, a saját társadalmában, hol tudja a saját gazdasági rendszerét ehhez igazítani, alakítani, hogyan lehet olyan iniciatívákat bevezetni, amivel lehet segíteni a fajta struktúrális váltást, egyébként nem csak északon, hanem akár a déli féltekén is. És én bízom abban, hogy az ilyen típusú filmek nyilván apránként, de azért segítenek bennünket ahhoz hozzá szokni, hogy bizony ezek a koruknak a legfontosabb problémája szerint, amikről beszélni kell, amiből a politikának táplálkoznia kell szerint, és a politikának meg kell küzdeni ezekkel a kérdésekkel a pró és a kontra érvek mentén. Én ezért vallom azt, hogy egyébként a hagyományos bal meg jobboldali értékek nyilván háttérbe szorulnak abban a szempontból, hogy itt egy alapvetően én a baloldali értékeket korábban úgy értelmeztem, hogy egy meglévő gazdasági rendszeren belül megpróbálja a jogosultságokat, jogokat szélesíteni, a hozzáférést. Miközben a mai világban ez már nem segít rajtuk. Tehát hiába adok több jogosultságot, akár a szegényebb, kiszolgáltatott sorsú embereknek is, attól maga a rendszer nem fog megváltozni, ugyanúgy belepusztulunk. Itt egyszerűen struktúrás váltásra van szükség, ezért a zöld politika nyilván ez egy újfajta keretedés kínál, amiben egy nagyon sok baloldali elem is van egyébként evidens módon, hiszen az igazságosság kérése, a demokrácia kérése, ez abszolút része, csak azt mondjuk, hogy ezeket nem önmagában kell már kezelni, hanem a rendszerhez kell hozzányúlni.
és meg kell változtatni azt a fajta liberális gazdasági rendszert, ami alapvetően, hogyha nem nyúlunk bele, akkor lehetünk jobb, meg baloldaliak, maga a rendszer nem fog megváltozni érdembe, és pusztítjuk magunkat, meg a környezetünket. Tehát ez a diskurzushoz ezek a filmek szerintem nagyon hozzásegítenek talán. Én ezt lezáró kérdésnek zártam, de provokáltál ezzel a baljobb dologgal, erre muszáj reagálja. Ugye maga arra a kérdésre, hogy kit fog érinteni a film, vagy kire fog hatni, miközben beszéltél, azon gondolkodtam, hogy lehet, hogy mi egyszerűen már túl sokat gondolkodtunk erről. Tehát mi azért vagyunk szkeptikusabbak egy kicsit az Attenborough filmével kapcsolatosan, mert mi évtizedek óta ezeken gondolkodunk, de az a valaki, aki nem, annak simán lehet, hogy ez egyébként egy ilyen kapudrokként jó. Tehát simán el tudom képzelni, hogyha valaki nem ennyire ebbe az irányba ment el az elmúlt évtizedekben, és ezt a filmet, és ezt rengeteg ember meg fogja nézni, mert az Attenborough neve meg a film híre bevonza. Tehát simán el tudom képzelni, hogy lesz egy csomó ember, aki most találkozott ezzel, Isten igazából először, és ebből a szempontból nekik sokkal hasznosabb, mint neked vagy nekem. De hogy visszatérve erre a baloldal, jobboldal kérdésre, én értem, hogy mit mondasz, tehát hogy a baloldal az alapvetően ugye a jogok szélesítése, az újraelosztás, stb. Kérdések, de én egyre inkább arra jutok, hogyha azt egyszer valaki belátja, hogy az erőforrásaink végesek, és ezt egyre több ember látja be, hogy alapvetően anyagfelhasználásban, CO2-ben, egy csomó mindenben végesek az erőforrásaink, és hogy ezt elértük, akkor ugye azt is be kell lássa, hogy nem növekedésre van szükség. Tehát, hogy ebből következik, hogy nem nőhet tovább a dolog. Amiből viszont az következik, hogyha egyébként elképesztő egyenlőtlenségek és igazságtalanságok vannak a világban, akkor ezt a nem növekedést ezt csak hatalmas átrendezésekkel lehet megcsinálni. Tehát, hogy mégiscsak visszajön ez az óriási baloldali alapkérdés, hogy hogyan tudjuk azt megoldani, hogy egy olyan világban, ahol a torta nem nőhet tovább, ott ne az legyen már, hogy egy darab egér elviszi a torta nagy részét, felét, mondjuk 8 darab egér elviszi a torta felét, és mondjuk 3,6 milliárd egér pedig a másik felét a tortának. Tehát, hogy ez, és hát egy csomó egér éhezik. Tehát, hogy ilyen körülbelül, mit tudom én, most nem akarok hülyeséget mondani, de nagy valószínűséggel egy ilyen 1,5 milliárd egér semmit nem kap ebből a tortából. Úgyhogy ez biztos, hogy nem fog működni. Ha egyszer azt belátjuk, hogy nem nőhet a torta, akkor itt óriási átrendezésekre van szükség, ha ezt meg akarjuk csinálni. Ha nem csináljuk meg, akkor ugyanúgy nem növekedés lesz belőle, csak erőszakosan. Mert ugye az tévhit, hogy azt hiszik sokkal, hogy az alternatíva az az, hogy tovább tudunk növekedni, mert hogy az összes ilyen előrejelzés azt mondja, hogy akkor is nem növekedés lesz belőle, csak akkor a természeti katasztrófák és a háborúk fogják kikényszeríteni a nem növekedést. Tehát akkor se fog nőni a torta. Tehát vagy megcsináljuk magunk okosan, vagy ránk kényszeríti a természet, de hogy bármelyik esetben itt elképesztő valódi baloldali újra osztási kérdések jelentkeznek. Tehát ebből a szempontból, és itt nem nagyon tudom, hogy mi a jobboldali mondás. Tehát, hogy erre, én nem értem, hogy erre a kérdésre van-e bármi jobboldali válasz. Erre szerintem csak baloldali válasz van. Ez a válasz, ez egy zöld válasz egyébként, aminek a része, a zöld ügyeknek a része, az ezért baloldali a értelmezésünk szerint, mert amiről te beszélsz, de összességében a hagyományos, klasszikus balód, amit megtapasztaltunk az elmúlt mondjuk 100-150 évben, az alapvetően a liberális gazdaságpolitikából vezette le a baloldaliságát. Hát, hogy növekedéspárti volt. Persze. Növekedéspárti volt. Hát, hogy... János, akkor még nem volt zöld gondolat. Tehát, hogy a zöld gondolat azért az elmúlt évtizedeknek az eredménye. Tehát, amikor a klasszikus szociáldemokrácia kibontakozott a 30-as években, akkor még szó sem volt zöld gondolatról. Így van, éppen ezért egyedül mondom, én persze nyilván részhallóként, de a zöld politika tud kivezető utat találni, aminek markáns baloldali eleme is vannak, amiről te beszélsz pont emiatt.
De a zöld politika az, ha nem valósul meg, akkor nem tud struktúrálisan váltani. Én és nem lesz egyik politika sem baloldali. Én meg fordítva mondanám, én meg azt mondanám, hogy ha a markány baloldali elemek nem valósulnak meg, akkor a zöld politika nem tud megvalósulni. Minden esetre nyilvánvalóan itt van egy kapcsolat, csak ugye arra akarom fölhívni a figyelmet, hogy itt jobboldali válasz nincsen. Tehát ugye a jobboldali zöld politika az azt szokta mondani, hogy hát konzerválni, megőrizni. Tehát ugye a Schmuck Erzsitől is ezt szoktuk hallani, a Lányi Andrástól, más zöld konzervatív gondolkodóktól, és hát ott mindig az, hogy őrizzük meg, de most nem nagyon van mit megőrizni. Tehát ugye az Attenborough filmé az elég jó példa arra, hogy iszonyatosan, ami most van, azt nem megőrizni kell, hanem most már átalakítani kell, mert ez a mostani rendszer, ez elképesztően rossz. Tehát itt óriási átváltozásokra van szükség. Itt nem tud működni egy konzerváljuk, ami most van dolga. Ezzel beszélgessünk legközelebb szerintem, mert ez egy izgalmas csomag. Jó. Igen. Na, szóval remélem, hogy akkor az lesz, hogy ez a film ez nem nekünk íródott. Egy kicsit kritikusak voltunk, de valószínűleg ez a megoldás, hogy ez talán arra lesz jó, hogy rengeteg embert bevonzon, és hát amit mondtál, hogy elkezdjenek beszélgetni róla, tehát ahogy mi ketten tudtunk róla beszélni, remélhetőleg mondjuk rengeteg családi asztalnál, vagy baráti körnél provokál hasonló beszélgetéseket. Jó, én köszönöm szépen, János, ezt a második beszélgetést, és ígérni tudom, hogyha lesznek még, és lesznek nyilván ilyen típusú filmek, akkor folytatjuk harmadik, negyedik filmekkel. Köszi szépen! Köszönöm, én is köszönöm szépen mindenkinek. Köszönöm.